Magasodik a Berek Surányi Református templom tornya. Ez is egy olyan műemlékvédelem alatt álló épület, amelynek korszerűsítése és látogatóbarát fejlesztése most a top turisztikai pályázatának keretében megvalósul. A fejlesztésekre a Tiszántóli Református Egyházkerület pályázott sikeresen, így a Szatmár-Beregi térség öt településén újulhatnak meg a történelmileg és kulturálisan egyaránt nagy jelentőséggel bíró templomok. Rengeteg olyan Országos vagy európai jelentőségi műemléktemplom található, aminek a turisztikai integrációjában ez a középkori templomok útja, ami a felvezetőben elhangzott, ez egy nagyon fontos mérföldkő vagy nagyon fontos szerep volt. Illetve azt is fontos látni, hogy azért ezeknek a templomoknak az állapota, szóval mi jól állunk, országos léptékben mérve. Én rengeteget túráztam Magyarországon, a Kárpát-medencébe kerékpáron, és általában ilyen templomokat néztünk, és azért meg tudom azt erősíteni, hogy az ott található műemlékek állapot az alapvetően, alapvetően jó, de voltak és vannak komoly hiányosságunk, és az a topos program erre adott választ. De Katila elmondta, a műemléki védelem alatt álló templomok felújítása a részletes régészeti feltárások miatt nagy kihívást jelentő és hosszantartó folyamat. A munkálatok során ugyanakkor felbecsülhetetlen értékekre bukkannak. A kölcsei református templom az a egyik olyan épület volt, ahol nagyon jó lehetős, tehát nagyon jó értékei vannak, amiből semmit nem lehetett látni, mert még le voltak festve a karzatok fehérre, nem láttuk az eredeti színeket, freskók kerültek elő a Válmos Református templom a másik helyszínünk, ott alapvetően a templom állapota rendben volt, viszont pontosan tudjuk évtizedek óta, hogy ott vannak olyan valószínűleg vannak, azt hittük, olyan reformáció korábbi ornamentális motívumok, amik a vakolatok alatt pihennek. És már voltak kisebb kutatások, ami egyértelműen bizony, de most sikerült feltárni őket a hajóban és a diadalíven, a szentéllyel nem tudtunk foglalkozni, és hát a jó hír, hogy nem csak reformációkori falképek kerültek elő, hanem középkori falképek is. Tehát ilyen szempontból a Vámos atyai Templom az most egy, egy nagyon egy komoly tudományos kuriózumnak is számít. A program nem csak templom felújításokat tartalmaz, új közösségi terek is megvalósulnak. Vámos például parókia átalakításával egy látogató központot és kerékpáros pihenőpontot hoznak létre, és hasonló szolgáltatások lesznek elérhetőek Vámos is. Csarodán egyház kiállító kiállítóteret alakítanak ki, a felújításokon túl pedig olyan látványos elemekkel látják el a templomokat, amelyek élményszerűbbé teszik azok megismerését.